Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytassuk a Minecraftos csodát. Most 21 óra 53 van, és eléggé hosszú napom volt, úgyhogy lehet, hogy hülyeségeket fogok beszélni, meg nem fog annyira járni az agyam, amennyire szokott. Az a lényeg, hogy én kicsit afkolgattam, és épp hogy akartam afkolgatni, rájöttem, hogy ez a rendszerünk ez nem nagyon működik. Ez a smelter is rendszer. Ugyanis alumínium keletkezett. Nem alumínium, alumínium press keletkezett valamilyen úton, módon, és az nekünk nem jó. És majd meg fogjuk neki adni, most meg fogjuk szépen csinálni. Persze, hogyha betöltene. Az Optifine kivettem. Tehát Optifine-unk az nincs. Köszönöm, kicsit hangot még adok rá. Nos. Most azt is kinyomjuk, mert nem kell. Az itt a büdös nagy helyzet, hogy valószínűleg kell nekem a hammeröm, meg kell majd ez is. És akkor úgy, ezt nem szedte ki? Fél nekem ki kell szednem. Az a baj. És most egy olyan rendszert építünk meg, amit valaki más már megépített. Tehát én más rendszerét fogom most használni. Lehet, hogy köcsök dolog, lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy Nori építette meg. Aki tudja, kiről beszélek, az tudja. Annak jó. Hopp. Becsapódott valahova egy idő. Meteor. Mik ezek a random meteorok egyébként? Hova? Ott volt egy. Ugye? Az csapatod be múltkor. Oda? Nem nagyon érdekel. De a méheknek... Ó, még nem világítottam ki. Ilyen méhekhez elnézek. Forest. Jó, te csak forestet termeljél. Jó lesz nekünk. Ez még csinálja. Oké. Melyeknél nincs semmi, itt van valami. Nem tudom, valami újdonság, de nincs sehol semmi. Na. Azt a rendszert kell megépítenünk, hogy először is mindent, csak ennyi fér bele. Nekem kell tank, méghozzá ilyen open blokkos tank. Ugyanilyen. Ajjajjaj, kell hozzá obszidián. És obszidiánunk meg nincs, ugye? Vagy talán valamelyik chestben van. Még kell hozzá amúgy obszidián, meg ilyen üveglapka, 4 obszidián, és az 2-t ad. Nekem akkor 8 obszidián kell, ha jól tévedek. Az bazalt. De, van obszidián, oké. Előbb láttam üveget valahol. Lehet, hogy csak áprázott a szemem. Na se baj, itt van egy csomó. Seared brick. Ilyen kevés seared brickünk van. Mi történt? A többi ilyen nem is volt. Seared brick. Itt a jetpack. Oké, itt van egy kis glowstone. Vagy lepakoltam én a seared bricket valahova? Nem pakoltam le szerintem. Na mindegy, ebből kell csinálni. És akkor az lesz az item duct. Csináljunk ilyen dolgokat, oké? Nekem ennyi kell. Amiből viszont most kell egy csomó, hát nem egy csomóra kell, azért valamennyi. Azok a szervók. Hol láttok vasat? Úgyhogy nem porba van. Itt mennyi vas van bent? Ó, itt van bent vas. Oké. Ezt van izé üveg, akkor ezeket be is leszem a emberrendszerbe. Azt akkor azt mondja, hogy szerve, nem szerve, hanem szépen szervó. Itt van. És... Nem. Mi kell hozzá?
Ja, stiller van nekem a ez kell is. Ebből kell. Mennyi kell? Hát nem tudom mennyi kell egy ilyen. 15-öt csinálok. Azt kész. Kell még egyébként iron. Mert kell vödör, de lehet, hogy vödrünk az van valahol. Mert azt tudja, hogy van valahol. Csak lehet, hogy van benne valami. Hát mondjuk kiöntöm azt, akkor nem lesz benne semmi. Az igaz. Az ennyire egyszerű. Itt vagy. És akkor most itt a legelején azt kellene megoldani. Vagy megnézni. Hogy én csináltam ilyen portable tankot. Valamikor felvételen kívül, mert ügyködtem vele. Mert mint mondtam, ugye amikor megolvadnak a... Ez milyen gép? Ja. Tehát amikor megolvadnak ezek a... Itt van a molterime, ez majd kell. Tehát, amikor megolvadnak ezek a különböző ércek, akkor lehet olyan ércet csinálni, amit kettő érc összekeverésével lehet csinálni. Ilyen például az aluminium brass. És valahogy az is keletkezett. Fogalmam sincs, hogy hogy. De valahogy keletkezett az is. Na mindegy. Az lenne itt az alapvető lényeg, hogy... tehát ezen nincs pneumatik szerve, azt úgy tudjátok, hogy rákattintatok, a chat is írja, hogy meg tudjátok adni, hogy mit hozzon ki. Iron legyen benne. És... elvileg kicsit szépítünk, meg építünk. Oké. Elvileg például... Igen, most ami a csőbe volt, molten alumínium. Most az valamiért ezekbe belefolyik, vagyis abba belefolyt. Itt a csőbe molten alumínium folyik. Itt van valami a csőbe? Ez empty. Most elvileg... Hogyha lenne benne iron... Nem? Az nem kell. Hát, hogyha lenne benne iron, ezt meg is nézem. Ezzel a vödő... Hopp, onnan ezzel a vödőrrel. Mert ugye... Ezt vasból tudjuk craftolni. És elvileg... Kettő... Három... Nem. Ezt még nem adjuk meg neki. De van itt benne iron még. Ilyen is bekapcsolom, hiába vagyok. Igen, most belemegy az iron. Csak hát... Elméletileg... Ezt úgy lehet jobban megoldani, hogy... kicsit lentebb van-e itt még hely. Természetesen van. Azt mondja, hogy ezt úgy oldotta meg a kedves Nori, hogy egy ilyet csinált. Itt ebből kivezette a folyadékot ide. Ide mindenhova egyébként szervót tett. Hopp, igen, csak izéval lehet megnyitni a szervót, csak üres kézzel. Ez a szerva egyébként nem csak arra, hogy megadjuk neki, hogy mit hozzon ki és mit nem, hanem alapjáraton, hogyha maga az eszköz nem tudja magából kilökni a dolgokat. Tehát ez a tank ez nem tudja azt, hogyha benne van valami, akkor ha az aljáról teszel egy csövet, akkor az automatikusan nem jön ki belőle. Vagy azt csinálod, hogy ezzel a cuccal balklik, vagy jobbklik oda, és egy kapcsoló. Vagy pedig azt csinálod, hogy egy szervót installálsz rá, és megadod neki, hogy ide is folyjon a vas. És akkor ide is teszünk egy szervót, és megadjuk neki, hogy ide is folyjon a vas. Ezt pedig úgy csináljuk...
Hát ezt pedig úgy fogjuk megcsinálni, hogy kell nekünk item duct, ami remélhetőleg van itt az MR rendszerbe. Van 54, oké, okay, helyes. Valószínűleg ez a szervo mennyiség, ez nem lesz elég. Na mindegy, mennyi chestünk van? Semennyi, mert még a baltám sincs, csak az a nagy. Tehát semennyi. Baltát még craftolok normálisat, mert innen még a fölösleges chesteket nem vittem el. Ez volt an item, az nem kell nekem. Hopp, itt van még szervó. Van még ilyen, hogyha kellene. Hát, jó, van akkor kicsit utána nézek annak, hogy van egy balta. Mondjuk miért ne lenne? Persze itt van ez. Oké. Azt akkor megmutatom azt a cuccot, amit akarok csinálni. Még kell egy pár chest szám szerint. 4, igen 4. És ezt már a régi, tehát a hagyományos megoldással fogjuk játszani. Ami azt jelenti, hogy megkeresem elsősorban itt a kapcsolókat. Itt van 3, de ez nem lesz elég, hol a többi? Craftoltam vagy 100-at. Van itt a chestben van, amit kétlek. Igen, itt nincs. Vagy pedig itt van bent. Nincs. Vagy... Nem ez kell, hanem ez. Ah, itt van a 19 kapcsoló. Mit nézegetek ilyen most itt? Ja, hogy gravel, sand, meg zé. De még most már nem kell több seared brick. Na, aludjunk, hogy legyen egy reggel, vagy napközben. Közben megnézem, hány percnél járunk. Hát, köbő 12-18. Így köbe. Na. Itt azt úgy fogjuk ezt megoldani, most egyen bemutatom, és akkor az összes többit is így fogjuk megcsinálni, hogy mondjuk itt lesz egy dupla chest, és ebbe vezesse bele nekem itt az összes dolgot, ami kijön mondjuk ebből a cuccból. Ezt úgy tudjuk ugye megoldani, hogy egy item duct-ot hozunk, mert alapjáraton amíg ebbe folyadék van, tehát amíg ez nincs tele, és nem szilárdul meg vasblokká. Vigyetek, inkább bemutatom, hogy működik. Azt akkor meglátjátok, hogy hogy működik. Kell valamennyi vas. Azt, hogy mennyi vasat kell nekem megolvasztanom, arról gőzöm sincs. Tehát megmutatom, van bennem vas. Jól van, van bennem vas. Várjunk. Ide most csak a vas folyik bele, ugye? Elméletileg igen. Persze, hogyha nem az van legfelül, vagy legalul, akkor az nem folyik ki. Ez miért nem folyik bele? Na, így. Így belefolyik. És így mennyi van benne? Még kell azért bele. Hát, mit tudom én. Mennyi kell a blokkhoz? 9, akkor teszek bele még egy 3-at. És akkor itt... Tehát, most figyeljetek. Nem ezt akartam, hanem ezt akartam, és... Egy kapcsolót. Úgy. Ni. Tehát így ezt mi nem tudjuk kiszívni, mert folyadék, és ez az item back, ez csak blokkokat tudsz állítani. De mihelyest ebbe lesz annyi vas, hogy megszilárduljon blokká, ki tudjuk szivatni. És az egy automatikus rendszer egyébként. Persze, hogyha végre megolvadna ez a rohadt kis vas, akkor még boldogabb lennék. Elvileg ez így automatikusan megszilárdul és beleszívja. Elvileg. És ide nem is kell pneumatic servo.
Ja. Neki működnie kell. Ja persze, azért nem működik. Aha, kell még bele kettő. Mondom, kettő. Azért nem működik, mert vannak benne cuccok. Akkor szépen azt mondjuk neki, hogy hasta la vista. És már nincsenek benne cuccok. Mert voltak benne még ötvözetek, meg ilyen hülyeségek. Amiket véletlenül csináltam egyébként. Meg kell, hogy mondjam. Jó van. Mindjárt meglátjuk, hogy ez így működik. Éj. Az a baj, hogy ezt mellé teszem, ez összeáll. Tehát minimum egy helyet itt ki kell hagyni. Ami azt eredményezheti, hogy... Na várjunk kicsit. Ezt hogyha így adom meg. Nem nagy para, de ezt a... ezt itt le kell nekem bontanom. Ami nagy para, mert erre nem tudok tenni semmit, így viszont így jó, oké. Így működik a dolog. Akkor... azt mondja, hogy egy kicsit megcsináljuk itt a dolgokat. Meg mindig nincs annyi, vagy nem szilárdult meg? Meg mindig nincs annyi. Beszarás. Hát mennyi vas kell egy rohadt falblokkhoz? Azt tudom, a 9, nem tudom mennyi volt benne egyébként. Meg itt láttam valahol... nem lepulverizált vasat. Itt 12-t. Ezt most megnézzük, hogy ez automatán így megcsinálja. É. Hello. A nézekre én fölteszem itt a dolgokat. És... kell nekem minden ötvözetből, vagy minden cuccból kettő. Vagy nem kettő, hiába, vagy kilenc. Hogy vödörbe tudjam őket tenni. Tehát kell 9 arany elsősorban. Oké. Okay. Az megvan. Kell... mit termelünk még? Tint. 9 tin, és van még alumíniumunk, ugye? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oké. Okay. Ugye... várjunk kicsit. Lehet, hogy kellene nekem egy pár portable tank, vagy akármi ilyesféle dolog. Na, megcsinálta. Látjátok, tök automatán nézőt megcsinálja. Na. Akkor. Sutty. Már kettő van, vagyis mindjárt kettő lesz, hogyha ide ér a csőből. Mondom, kettő lesz, hogyha odaér a csőből. Ja, csak nem frissült a cucc. Na, hoppá, egyből működik, ugye? Az kérdés, hogy én most ezt itt kiöntöm, hogy ebből ha én azt mondom, hogy ez hopp, ezt nem nagyon akartam. Ha én azt mondom, hogy ez ne szívjon ki cuccokat. Ezt nem így akartam. De nem is kell szervó akkor. Tehát ha én azt mondom, hogy menjen ide egy kis arany, és ennek azt mondom, hogy először is leveszem róla a filtert, azt mondom, hogy te szívjál ki minden papír, ami benned van. Ide, mielőtt van szervó, ezért az arany ide fog belefolyni. És az a kérdés, hogy mi ebből a tankból vödörrel ki tudjuk-e szedni a dolgokat. Mert ha ki, akkor az tök jó dolog lesz. Elvileg ide kell folyni most az aranynak. Igen. Ki tudjuk szedni. Jól van. Akkor azt mondjuk meg neked, kedves pajtás, hogy te itt szépen aranyat be. Nem tudom, itt nincs is gomb nekem. Aranyat B. Ilyen cucc, ilyen cucc.
Azt mondja, hogy... Nem ezt akartam, hanem azt akartam, hogy... Így akartam ni. És ennek resztójelet adunk, mégpedig úgy, hogy... Hogy adjunk ennek resztójelet? Hol a kap... Itt a kapcsoló nálam. Így van nála a resztójel, ugye? Van, hát. Oké. Na. Elvileg amúgy ez egy pont egy blokk lesz. Szerintem nézzük meg, hogy ez működik. É. Mondom, nézzük meg, ezen van szervó. Nincsen szervó. Mi nem szipózott ki, papi? Ó. Oh. Na. Elvileg megszilárdul, kiszívja, és nem oda megy, hanem elvileg ide kell belejönni, mert lehet a csőnél olyan kavarodás, hogy elmegy oda, ott kidobja, meg ilyen kavarodás lehet a csőnél. Na, de itt van, oké, okay. Működik a rendszer, ez az francos burgonya. Akkor az lesz, hogy ezt itt egyen lejjebb vezetjük el. Azért, hogy a kapcsolókat ide tudjuk pakolászni. Ne akadj bele, köszönöm. Hanem ide, mondom, oda. És akkor ez így elvileg működni fog. Így né. Akkor. Most megcsináljuk ugyanezt. Csak belesek. Ekkor a pöcs, hogy lehetek? Megcsináljuk ugyanezt alumíniummal. És gyorsan csinálunk egy kis grautot. 16, az pont elég lesz. Mivel kell még egy ilyen cuccot, amire bele lehet önteni, csinálom. Nincs itt szírbrik, de itt van szírbrik, akkor nem szóltam. Na mindegy, ott még égetheti azt a hülyeséget. Kell még egy ilyen. Ja. Mindjárt meglesük a méheket. Egyébként. Nos, lesz kellene automatizálni, hogy tudjak én tafkolgatni. És akkor elvileg... Ezeknek is itt működni kellene. Kell nekem ilyen cső. Elvileg az alumíniumnak valamit beleöntöttünk, ide kell vennie. Köszönöm. Azt mondja, hogy szervót rá. Alumínium csak ide jöhet. Igen. Hát nem kell. Tehát ide csak alumínium jöhet, az a lényeg. Vissza. Itt lemegyünk egy csomót. A csomó alatt még egyet értek. Így. Hát, csak le kell jönnöm. Sutty. És sutty. Oké. Okay. És megadom nektek, kedves emberkék, hogy szívjál lefele, szívjál. Ajaj. Nem akartam így szívjál lefele. Oké. Okay. Te, szívjál lefele. Szívjál lefele. Megadtuk neki? Megadtuk neki. Oké. Okay. Ez pont egy blokk lesz, és elvileg alumínium blokk lesz itt. Hogyha megszilárdul, leszívja alumínium blokk. Na, megcsináljuk az utolsót, méghozzá tinnel. És elvileg ez most így automatikus lesz ez a rendszer. Elég faja lenne amúgy, hogyha ez itt automatikus lenné. Reménykedjünk benné. Hogy nem fog elromlani semmi. Ez így egy tök jó rendszer egyébként. Lehet afkolgatni. Ja, mit van a... Block of aluminium.
Na, elvileg ezt neked ide kell beleszívnod, papi. Ha elfejtettem nekik meg a... Ja igen, ez automatán bele is szív, ez nem jó. De itt van a block of... Vagy mi ez? Ja. Az így nem jó, azért nem jó. Mert elfejtettem megadni ennek a szerencsétlennek. A szervasz kell, de ne szívd ezekből el, légy szíves. Elfejtettem megadni a szerencsétlennek. Ez jöhet, ez jöhet. Tin gold az nem veszik össze, aluminium gold. Na, inkább így kettesével csináljuk. Tehát elfejtettem megadni, hogy a szervokból is kihúzza azokat, csak azokat húzza ki. Tehát, ha keletkezik valamilyen ötvözet, akkor azt ne húzza ki. Mert olyan is előfordulhat, ki tudja, hogy keletkezni fog é, vagy sém. Na, szerintem beletetem ezt is, kicsit késéssel. Meg ezt is úgy kicsit késéssel. És akkor most itt a blokkokba kerülnek bele. De ezekbe a casting basinekbe nem. Ezt majd el lehet rejteni egyébként a föld alá is. Hogyha úgy gondoljuk. Itt a tint megadtam. Vagy mi a szar van itt? Ez nem jó. Ez miért így van? Vaj, mert nincsenek megadva semmi. Vaj, nem már. De várjunk csak. Hat, negyven, nyolc. Na várjál már, bazeg. Itt elrontottam mindent. Na várjunk csak. A tin kell ide. Igen. Azt mondja, nem. Nem. Jaj, 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 jaj. Mit csináltam? Hopp. Megégtem kicsit, nem baj. Nincs rajta szervó. Van rajta szervó. Te csak tint. Légy szíves. Alumínium most, oké. Okay. Ezen sincsen szervo, akkor azt hagyjuk. Te tint húzzál ki. Köszönöm. Alumíniumot húzzál ki. Köszönöm. Aranyat húzzál ki. Köszönöm. És végezetül vasat is húzzál ki. Köszönöm. Na. Vas, oké, okay, itt nincs semmi, alumínium, oké, okay. Tin, oké, okay. Akkor szervó. Mindenkinek whitelist-en van, ugye? Whitelist-et most láttam, whitelist, oké. Okay. Na. Szerintem mehetnek az utcok. Tele, 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 tele. Azt is. Ja, elvitte innen a kapcsolata, ha? Vagy mi az a kart? Oké. Okay. Elvileg ez itt most működőképes rendszerünk van. No, és fél órába telt ezt megcsinálni, az igen. Ez igen. Tehát most már én tavkolhatok. Nyugodt szívvel, nem lesznek ötvözetek, elméletileg. Úgyhogy rákötjük a rendszert. Itt minden bejön, aminek be kell jönnie. De én most elzártam saját magam útját, nem baj. Csinálok egy utat át. És te sütj, hozzá ki szépen mindent. És elvileg ennek most nem szabadna. Na most majd meglátjuk.
Most meglátjuk, hogy nem-e keletkezik valamilyen ötvözet. Most kíváncsi vagyok rá, bocs, hogy ez unalmasabb rész lett, de kíváncsi vagyok, addig nem. Előbb ezt megnézzük, utána nézzük meg a méheket. Tehát leggyorsabban, amint látom, az az alumínium hevül föl, hogy melegedik. Nincs bekapcsoló, nincs bekapcsoló, legyen bekapcsoló alumínium tin. Igen, össze is töltöttek, vas, oké. Arany az itt nincs, nem, még vas, meg ez kopper. Mi? Kopper? Jól látom, hogy kopper. Miért van nálunk kopper? Kopperről nem számoltam. Akkor felvételen kívül ugyanígy megcsinálom a kopperét is, oké? Csak azt akkor, hát, hogy legyen. Nem tudom őszintén, hogy legyen. Vagy az a legkönnyebb egyébként, hogy én itt ide bejövök, és a copper berriket szétzúzom a francba. Copper, tin, ez itt copper, az már tin, copper. Elvileg ennyi is volt. Az meg itt mind vas. Ja. Oxigén. Hát ti hogy kerültetek ide? Mi annyi bazdmeg, búcsú? Mi a szar? Na. Viszont én ezt szétütöm. Visszarakom, és most már eltűnik a rohadék kopper innen. Jól van, amúgy kiszedtem az Optifine-t, nem tudom, hogy mondtam-e, vagy nem, de kiszedtem az Optifine-t. Na. Csinálok egy kis helyet. Oké. Mi van itt, party? Hagyjál már békén. Tehát akkor megnézzük, hogy a mélyek hogy muzsikálnak. Kíváncsi vagyok rájuk. Gyertek! Forest... De Forest drone, meg Meadows-t köszönöm. Ez common. Bini. Meadows Princess, te csak te elmenj nekünk Meadows-t, az úgyis kell. Itt mézet nem hagytam. Te pedig Valiant. Azt te meg csak te elmenj szépen ilyen. Mi ez, Kokobin? A rohadék. Hol? Itt van nálam. Cocoa Bean. Jó van. Akkor elveg ez a rendszer most automatikus. És most nem lehet hiba a rendszerbe. Mi ez a baby skeleton? Beszorok. Copper. Ja igen, azok megvannak. Elveg vasból mindjárt tele leszünk. Már lett termelt aranyat is. És akkor ezt már csak úgy lehet jobban, tehát gyorsabbá tenni, hogyha szerzünk még bokrokat, tehát el meg bányászni. Úgyhogy lehet, hogy felvételen kívül el is fogok menni bányászkodni. Viszont addig köszönöm szépen a figyelmet. És ideje kiütnem ezt a cuccot. Úgyhogy most meg is mutatom, hogy milyen gyorsan működik ez a gyémánt, vagyis ez a hammer. Plac, tessék, ennyi volt. Volt nincs. Na, akkor sziasztok!